is, ahogy szerettük volna, csupán egy pontot tudtunk elhozni Encsről. A holnapi nap Bánhorváti csapatát fogadjuk, akik az előző fordulóban 1-0-ás győzelmet tudtak aratni otthon a Sajóbában csapata ellen. A tavalyi meccsből kiindulva nem számítok egy könnyű mérkőzésre, de úgy gondolom, hogy ha hátul egy stabil védekezést és erről megfelelően tudjuk kihasználni a helyzeteinket, akkor nem lesz kérdés, hogy ki lesz a három pont.